Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. A mai műsorban egy kicsit én is izgulok most, mert egy nagyon kedves kolléganőmet szeretném vendégül látni, és szeretném, hogy egy picit jobban megismerjék, bár már a Nálatok Mizu című műsorunkban járt, mégsem éreztem akkor, amikor beszélgettem vele, hogy eleget tudhatunk róla, és hát a nézőink már megszokhatták, hogy időről időre azért egy-egy kollégánkat itt bemutatunk Önöknek portréjelleggel, hát most akkor ismerjék meg velünk Rába Henriettet. Köszöntelek. Én is köszöntelek a stúdióban, és a nézőket is köszöntöm. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Tényleg már nagyon régóta szeretnék veled beszélgetni, szerintem van miről. De azt azért elmondom itt a felvezetésünk után a kedves nézőknek, hogy ahogy mi bejöttünk ide a stúdióba, hát azt le kellett volna követni. Egyébként az Instagramra készül is erről egy videó, hál' Istennek ott megvan. Kár, hogy nézőink nem láthatták, ugyanis ebbe a székbe próbált beülni a Heti. De hát ez így van velünk, amikor ugye minket akasztanak, mint hóhért, és minket kérdeznek, hogy automatikusan, ugye én is volt már, hogy kivettem, mint riportalanya a kezéből a kollégámnak a mikrofon például. No, hogy érzed magad itt? Hát nagyon furcsán, tényleg ez volt, hogy oda szerettem volna, vagy oda ültem volna automatikusan, mert hát azért leginkább az ember, amikor műsorvezetőként van itt ebben a stúdió díszletben, akkor azért ott szokott ülni. Szóval egy kicsit furcsán, kicsit félek is a beszélgetéstől, hogy majd ebben a jó sok percben mi mindent tudok én elmondani magamról, ami esetleg érdekes lehet. No, hát én is kíváncsi vagyok erre. Ugye téged a nézők, mondjuk elsorolhatjuk szerintem, hogy hányféle oldalról ismerhetnek így, ami a médiát illeti. Például is újságcikkeket, például lehet néha látni a híradóban, akár az egyes híradónkban, akár az ötös híradónkban, szerkesztőriporterket. Én azt gondolom, és ez az én véleményem, hogy szerintem ez lehet a szívecsücske, de majd elmondod te. Láthatnak téged a Köztér című műsorban, de akár együtt magazin anyagokat, paletta anyagokat is készítesz, tehát hogy nagyon sokrétű ez a munka, amit itt csinálsz. Tehát szerintem azért van miről beszélgetnünk, és hát én azért örülök, hogy itt vagy, mert szerintem elmondhatjuk azt, hogy te vagy így a tévé lelke. Szerintem mindenki így tekint rád. Majd beszélgessünk erről is egy kicsit, erről a nagy fokú szeretetről, ami belőled árad. De még mielőtt belemennénk ezekbe a részletekbe, menjünk vissza egy picit a gyerekkorodba, hogy voltak-e annak idején ilyen álmaid, hogy te itt fogsz ülni? Elképzelted-e? Azt nem tudom, hogy hány évesen volt az első ilyen gondolatom, hogy szeretnék esetleg a Fehérvár TV-ben szerepelni, vagy eljön ide dolgozni. De maga a média, meg így az újságírás, az mindig érdekelt. Olyan 10, 11, 12, nem tudom hány éves volt, amikor a Diáktorban már írogattam az egyik osztálytársammal együtt ilyen kis cikkeket, voltak ilyen kis műhely feladatok, munkák, azt nagyon-nagyon szerettem. Meg jártam mindig szépkiejtési versenyre, versmondásra, és sosem az volt, hogy esetleg színésznő szeretnék lenni, hanem hogy valami, ami ilyen médiával kapcsolatos. Nekem fura, mert én állam meg pont az volt, hogy a színművészetire, és utána, hogy rájöttem, hogy az nem működik, akkor gondoltam erre a szakmára. De akkor te ezek szerint tudatosan készültél. Hát akkor még nem gondoltam, hogy ez tudatos, de hogy volt egy ilyen vágyódásom, és aztán amikor elmentem ugye középiskolába, meg utána gondolkodtam, hogy mifele orientálódjak, vagy hát induljak, akkor még először jogi egyetemre jelentkeztem, aztán nem vettek fel, és akkor hát gondoltam, hogy akkor mégiscsak akkor kommunikációval kéne megpróbálkoznom, és kommunikációművelődés szervező szakot végeztem végül, és ott meg érdekes, hogy nem a tévé vonzott volna, hanem leginkább rádiós szerettem volna lenni, de akkor, amikor én voltam főiskolás Esztergomban, akkor nem indult rádiós képzés, csak televíziós újságírás és nyomtatott sajtó, és hát így televíziós újságírás szakon végeztem. Uh-huh. Az általános iskolát ugye Petőfiben végezted, ugye most ez már Szent Imre, akkor még nem volt talán ez az egyházi jellege meg ennek az iskolának, vagy volt, mert azt tudom, hogy benned már volt. Igen. Ilyen indítatás is. Igen. Hát akkor még nem volt egyházi jellegű az intézmény, és mi egyébként a Petőfi iskolától jóval messzebb laktunk, tehát körzetileg akár a Venészkihez tartoztunk volna, de valamiért nekem a Petőfi adatot meg, hogy oda jártam, és nagyon hálás vagyok, nagyon-nagyon szerettem oda járni, nagyon jó volt az a 8 év, jó volt az osztályközösség, és az, hogy reggelte kicsit többet kellett gyalogolni a testvéremmel, az teljesen belefért.
És akkor utána ugye jött az Ibli, amit szerintem elárulhatunk a nézőknek, hogy egyébként most tudtam meg rólad, hogy mi egy iskolába jártunk, úgyhogy ez is érdekes, hogy ott ugye ez gimnázium volt, de hát akkor még ugye autószerelőiskola is működött ott, sok-sok fiúval voltunk körülvéve. Ott milyen éveket éltél meg? Így, hogy nem is tudjuk, hogy ott egymással találkoztunk. Nekem nagyon nagy élmény volt akkor, nem volt egy nagyon jó híre annak az iskolának, ugye most a Kodolányi középiskola, akkor ugye az Ibli Miklós gimnázium volt, illetve autószerelő középiskola, és nekem így mondták, hogy hát oda csak azokat veszik el fel, akik át, azoknak szinte selejtek meg, és én nem így éltem meg, én nagyon hálát adtam, hogy bekerülhettem abba a gimnáziumba. Most lesz egyébként osztálytalálkozónk hétvégén, végre találkozhatok újra az osztálytársaimmal. Nagyon jó volt az osztályközösségünk, és én azt veszem észre, hogy az osztályunknak szerintem szinte minden tagja egy sikeres ember lett. Tehát, hogy nagyon jó egyetemekre jártak, de ha nem is végzett egyetemet, valaki menő vállalkozása van. Szóval ilyen nagyon-nagyon jó osztály voltunk. Nagyon sok mindent kaptam az ott töltött évek alatt. Ott is például mentem mindig szavaló versenyre, akkor ott a felkészítő tanárunk, a Csertő Erika, ő kifejezetten tényleg foglalkozott velünk, adta az instrukciókat, hogy hogyan kell jól hangsúlyozni egy verset, hogyan kell elmondani egy szöveget, hogy azért az úgy hatásos legyen. Ott is nagyon sok mindent kaptam. De érdekes, hogy akkor még, akkor a történelmből azért jó voltam, és valamiért azt gondoltam, hogy akkor a jogi pálya az esetleg jó lehet nekem. De hát aztán a Jóisten megmutatta, hogy jó lesz nekem más is. És akkor elkerültél ugye Esztergomba, a főiskolás évekre hogy emlékszel? Hát a főiskolás évek fantasztikus jók voltak. Én Esztergomot úgy találtam meg így a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, hogy kommunikáció, művelődés, szervező szak. Hát nem volt sok a ponthatár, na hát akkor ez jó lesz nekem. Marha messze, bocsánat, nagyon messze van egyébként Esztergom, sokat kellett utazni, a buszjárat nem volt túl jó. De nagyon nagy élmények értek ott is. Nagyon az első élmény, kollégista voltam, hogy találkoztam a szobatársammal, egy nagyon pici szobában laktunk ketten egy lányjal, és nagyon fontos, hogy milyen az első benyomás, meg hogy szimpatikus-e, és mi onnantól kezdve együtt éltünk úgymond 4 éven keresztül, aztán már kicsit nagyobb szobában volt még egy szobatársunk. Nagyon jó volt, ez egy olyan egyetem, vagy most már egyetem lenne nyilván, de főiskola volt, hogy filmes képzés is volt. És voltak olyan óráink, hogy egy nagy filmvetítőteremben néztük a filmeket, jöttek filmes szakemberek Budapestről, és előadásokat tartottak nekünk tényleg a film alapjaitól a legjobb filmeken keresztül egészen az akkori napjainkig. Egyébként itt gyakorlatot kellett valahol végezni? Ugye nálunk itt a Kodolányin, ugye tévében, például a Fehérvár tévében lehetett jönni annak idején is már. Nálatok, hogy volt ez? Igen, hát úgy kerültem én is ide a Fehérvár tévéhez annak idején, tényleg, hát hány éves lehettem akkor, 19-20, hogy bejöttem, és akkor a Sipos, illetve fölhívtam előtt a Sipos Józsefet, hogy szeretnék jönni gyakorlatra, mert hogy volt egy adott idő, amit le kellett tölteni, most az nem is emlékszem, hogy mennyi volt, nem volt egy hónap vagy két hónap, nem tudom. Eljöttem, és ez annyira megtetszett nekem, hogy aztán ők is valamennyire elégedettek voltak velem, hogy itt maradhattam. És hát akkor egy ilyen 2,5 évvel dolgoztam itt a tévénél. Hát ne ugorjunk még annyira előre, egy picit álljunk meg itt, hogy abból az időszakból mire emlékszem, mennyire volt egyébként más szerinted ez az akkori tévézés, mint mondjuk a mai. Ugye teljesen más rendszerben dolgozunk már, viszont hát nagyszerű kollégáink voltak akkor is. Nagyon jók voltak a kollégáink, olyanok, akikre fel tudtunk nézni. Olyan mentorra alá kerültem én is, aki nagyon sok mindent megtanított nekem a szakmáról. Ki volt ő? A Spindler Csilla volt, uh-huh. aki így a szárnyai alá vett és támogatott, és tényleg szerintem sokat tudtunk tőle tanulni, vagy én is sokat tudtam tőle tanulni. Hát nyilván más volt azért akkor még a televíziózás, nem digitális volt az egész, ami forgatás jelentette, akkor még ugye kazettákra forgattunk, akkor volt ugye digitális vágás, de volt analóg vágás is, de teljesen más volt azért tényleg a tévézés, más volt a híreknek a világa, nem volt ugye még az internet annyira ott azért a köztudatban, hanem hát tényleg így a híreket, azokat tényleg úgy hát meg kellett találnunk, úgy, ahogy tudtuk. Az hogy volt egyébként? Mert én most, hogyha visszaemlékszem, én abban az időben, amikor talán 1 évvel később jöttem ide, mint te, akkor én már azt láttam, hogy te nagyon ilyen rohangálós riporter vagy. Én meg ugye műsorvezető lettem rögtön, és én jó sokáig nem is
lettem szerkesztő riporter, hogy hogy emlékszel, milyenek voltak a napjaitok. Én tudom, hogy hát, hogyha egy pár nevet emlegethetünk, a Bistricanet még akkor itt dolgozott nálunk, ugye Látrányi Viki volt itt ebbe a kemény magba, még a Stefko, Kriszta, nem is tudom, Suplis Zsolti, talán Bácskai Gergő, tehát azért vannak, akik még így a médiában egyébként még itt van, illetve itt dolgoznak, de azért hát kevesen maradtunk abból az időszakból. Török Péter például. Igen, vagy a Dezső Pista. Dezső Pista. Például, akire én akkor is már nagyon felnéztem, tehát hogy tényleg ő azért úgy szakmailag is elismert volt már akkor is, és amit ő mondott, az tényleg számított szerintem mindenkinek, aki hallotta, hogy egy-egy híradós anyagot hogyan értékelt. Egyébként úgy, ahogy mondott, tehát ilyen rohangálós riporter voltam, ugye a híradózásba csöppentem bele legelőször, tehát akkor, amikor gyakorlatra kerültem ide, akkor nekem így a híradózás volt az, ami adott volt. És emlékszem rá, hogy egy baleset volt az, amire hát így körbenéztek a szerkesztőségben, nem volt senki, és mondták, hogy na, akkor menjek ki én. És sajnos egy halálos baleset volt ott a Budai úton. Kimentem, és elkészítettem életem első olyan anyagát, ami tényleg így az enyém volt. És aztán onnantól kezdve volt az, hogy akkor már nem csak így anyagokat írogattam, hanem akkor tényleg készítettem saját magam híradós anyagot. De jó volt ez a rohangálós egyébként. Mondtad, hogy ugye téged híradózásra hívtak. Nagyon rendes volt, mert a Szombati Zoltán nekem is felajánlotta, hogy Pannon híradózhatnék. Volt, vagy hát egy pár kísérlet volt erre, és nem ment. Tehát, hogy így mondta, hogy kéne hangsúlyozni, hogy kéne mondani, és akkor nem ment, és akkor megtaláltak téged, és az olyan jó volt, hogy akkor nekem így lekerült ez így a porondról, hogy akkor én ezt kipróbáljam valaha is. És a mindennapi munka az hogy nézett ki akkor, hogy emlékszel vissza? Mert hogy akkor tényleg az volt, amit mondasz, hogy úgy kellett találni szinte, hát jó, az események meg voltak, amik adottak voltak, de hogy a témákat úgy kellett találni. Ahogy egyébként ez most is így van, hogy azért, hogyha saját témáink vannak, annak azért jobban örülünk. Igen, de azért most sokkal nagyobb segítség szerintem az internet. Tehát, hogy ott tényleg annyira gyorsan eljutnak az információk, akkor annak idején tényleg ez nem így volt. De a híreket általában akkor a Csilla volt az, aki így adta az, hogy ki mikor, hova menjen forgatni. Emlékszem arra, hogy hát nyilván akkor még fiatal voltam, de hogy így este mindig vártam, hogy akkor most lesz-e anyagom másnapra, vagy nem lesz-e, és van, hogy este 7 órakor telefonált, hogy akkor lenne holnapra forgatásom. Másabb volt a rendszer, nem volt ennyire szervezett, nem volt egy munkaidő megadva, hogy mettől meddig, hanem egy kötetlen munkaidőben dolgoztunk. És ami lehet egyfelől jó, de lehet egyfelől rossz is. Ha most azt nézem, hogy én a gyerekek mellett tudok dolgozni, ez csak így lehetséges, hogy van egy rendszer, amin belül tudok tervezni. Akkor tervezhetetlenebb volt az egész. Uh-huh. És akkor még ugye teljesítménybérben voltunk, tehát aki amennyit készített anyagokat, az alapján fizettek. Kicsit harcolni is kellett azért, igen, ugye, igen, hogy igen, jusson. Igen, uh-huh. És az nyilván nem volt jó, amikor egy nap csak egy anyagot tudtam készíteni, tehát akkor az sokkal jobb volt, ha csak kettőt vagy hármat is tudott az ember forgatni és elkészíteni. Tehát ott azért ilyen inspiráló is volt a teljesítménybérezés. Uh-huh. Volt egy Ébresztő című műsorunk, arra is emlékszel. Talán még vezettük is együtt. Hát azt nem is tudom, hogy együtt vezettük el. A Pikivel azt tudom, hogy vezettünk. Nagyon korán volt, ez ugye ilyen 6:30 volt. Nagyon-nagyon szerettem. Szerintem, amikor az ember fiatal, és lehet egy ilyen élő műsor, akkor annak nyilván örül. Akkor még közel laktam egyébként a tévéhez, akkor még a Jókai utcában volt a tévé, mi meg ott a belváros környékén laktunk, úgyhogy nem jelentett problémát, hogy hamar beérjek. Amikor vendéget kellett hívni, az volt egy kicsit nehézkes, hogy felhívni a vendéget, és akkor mondani, hogy hát igen, és hát olyan 6 óra 10 körül azért be kéne érni, mert hogy 6 óra 30-kor kezdődik a műsor, az azért nem volt mindig olyan nagyon vidám, de általában bejöttek a vendégek egyébként. Uh-huh. Nagyon jó volt. És akkor mondtad, hogy 2,5 évig dolgoztál, aztán egyszer csak bejelentetted, hogy babát vársz. Igen, hát mi hívők vagyunk, így a férjemmel, még a főiskola alatt találkoztunk egymással, és amikor elkezdtem dolgozni a tévénél, tehát mint gyakornok, és utána már ugye fizetést is kaptam, akkor azért tudtuk, hogy mi minél hamarabb össze szeretnénk házasodni, és hogyha összeházasodunk, akkor hamar szeretnénk gyerekeket, mert hát nagy családot terveztünk, már akkor tudtuk, hogy egy 4 gyereket azért szeretnénk. És hát igen, 24 évesen összeházasodtunk, és 25 évesen már megszületett az első gyermekünk, és az első gyermekünk már úgy született, hogy előtte már jó néhány hónappal én nem jártam be dolgozni, mert
már ilyen nyugalmasabbnak gondoltam, hogyha úgy hordom ki a kisfiamat, hogy az olyan nyugalmas legyen. Hát akkor utána ugye eltelt egy jó pár év, talán több mint 10-14, valahogy így, ami ugye csak a családról szólt. Azok az évek hogy teltek? Mesélj erről egy picit, mesélj egy picit a családról, meg hogy hát ugye három lányjal és egy nagy fiúval éltek most még így együtt, hát már nem sokáig szerintem, mert lassan talán a Merse is kirepül, de hogy mégis ezt így hogy tudtátok négy gyermekkel így ilyen flottul csinálni? Hát azt nem tudom, hogy hogyan a Jóisten segítségével nyilván, de az tényleg igaz, hogy 14 év után jöhettem vissza dolgozni. Ez is, hogy jöhettem vissza, ezt is egy kicsit a Jóistennek gondolom, mert egy Facebookos megosztásból értesültem, hogy esetleg egy szerkesztőriportert keres a tévé, és hogyha még 40 alatt vagy, akkor add be a jelentkezésedet, és én annyira úgy éreztem, 40 alatt voltam még akkor, és teljesen úgy éreztem, hogy ez nekem szól, ez a felhívás. És aztán nagyon örültem, hogy aztán sikerült is, és bekerültem. És amikor az ember még úgy van, hogy 14 év után kell visszatérnie munkába, ráadásul a média világába, akkor egy kicsit azért izgultam, hogy ez hogy fog sikerülni. De úgyhogy anyukám akkor még élt, meg az apukám, meg a férjem, ő rájuk nagyon lehetett támaszkodni, és akkor így sikerült az, hogy tudjak dolgozni így a gyerekek mellett. Hát igen, szóval úgy van, hogy a kisfiam most 18 éves, van egy 16 éves kislányom, egy 13 éves és egy 9 éves. Nagyon nehéz egyébként sokszor így a logisztika, azért ők suliba járnak, most háromféle intézménybe járnak, négyen, és hát még mellette sportolnak is, úgyhogy így néha a logisztikában azért hát van, amikor így megbotlog. Furcsa egyébként az, hogy egy ilyen pörgős életben élsz, amit most ugye csinálsz, és közben meg volt ez a 14 év, ami csak a családról szólt, hogy akkor nem hiányzott ez a világ, vagy akkor annyira a gyerekeknek szentelted magad, és egyébként mi mindent csináltatok így az mellett, hogy mert ugye nyilván, hogyha az embernek hiányzik a munka, akkor valamiben megpróbálja megtalálni. Amikor megszületett a kisfiam, akkor én nem gondoltam, hogy mondjuk hamar utána vissza tudnék menni dolgozni. Nekem az egy olyan, most ez nem biztos, hogy jól hangzik, de hogy nekem ez egy 24 órás feladat volt, hogy én nekem ott volt egy baba a házunkban, és hogy őt kellett ellátnom, ha éjszaka valami volt, akkor föl kellett kelni. És amikor aztán megszülettek a testvérei, akkor meg végképp nem gondoltam, hogy így munka mellett lehetne ennyi gyereket nevelni. És egyébként így, amit kérdezel, hogy így választ adjak rá, mi egy faluba költöztünk el, Tácon élünk, és akkor ott nagyon sok kisgyerekes család volt. Meg a nővérem is majdnem együtt szültünk három gyermeket, és ők is ott laknak Tácon, egy utcában lakunk, és mindig így összejöttünk, bejöttünk, ha kellett, Fehérvárra játszóterezni, tehát hogy ilyen hasznosan töltöttük el egyébként az időt, mind amellett, hogy azért a háztartást azért vittük. Ami szerintem egyébként tényleg egy olyan fajta időtöltés, ami egy igazi munka. Szóval én nem úgy éltem meg, hogy én nem dolgozom, mert én otthon dolgoztam akkor. Most egy kicsit fut a háztartás egyébként így emellett a munka mellett. De azért... Igen, de az ember ilyenkor rájön, hogy azért az megvár, és az akkor is ott lesz, ha mondjuk mással foglalod el magad. A családi összejövetelek milyenek? Mert most, hogy mondtad, ugye, hogy a testvéredéknél is ennyi gyerkőc van, hát nem tudom, hogy elfértek-e mondjuk egy karácsonyi asztalnál például. Hát nekünk nem olyan túl nagy a házunk, úgyhogy ott annyira azért nem. Tehát van, hogy több turnusban kell étkezni. A nővéreméknek kicsit nagyobb a házuk, és akkor ott jobban elférünk, meg ott azért az unokatestvéremék is ott szoktak lenni egy ilyen családi összejövetelen. Nagyon jó, mert tényleg szinte egykorúak a gyerekeink, és nagyon jól megtalálják egymással a hangot, tehát nagyon jól el vannak. És hát igen, ilyen vidámak szoktak lenni, úgyhogy nagyon fontos a családi együttlét. Most így a pandémia alatt próbáltunk odafigyelni, hogy ne találkozzunk, meg mi azért kicsit félősebbek is vagyunk, mint mondjuk a nővéremék. Így nagyon rossz volt az időszak, hogy nem tudtunk találkozni. Nem tartottam én sem karácsonyi összejövetelt, nem volt így nagyon húsvétozás sem, meg semmilyen. És akkor most végre készülök arra, hogy most akkor egy köszöntést tartsak újra így a nagy családdal. Ugorjunk egy picit vissza aztán így a munkába. Ugye 17-ben jöttél vissza, ha jól emlékszem. Ez most már akkor 4 éve lassan. És hát azóta nagyon pörgős tényleg az életed, hát szerintem jobban, mint ugye az előtt volt, mert hogy ugye még a munkát is a napi 8 órát, vagy lehet, hogy többet is néha bele kell
tuszkolni, és hát ugye egy nagy logisztikai kérdés az, hogy hogy oldjátok meg. Igen, nem egyszerű, főleg így, hogy tényleg falun lakunk, de, vagy faluban lakunk, de a gyerekeink ide járnak iskolába. Ugye a munkahely itt van, és van, hogy délre kell jönni, de én akkor úgy van, hogy a férjem Budapesten dolgozik, ő elindul reggel fél hét körül Budapestre, én behozom a gyerekeket Fehérvárra, aztán hazamegyek, próbálok megfőzni, egy kicsit összetakarítani, és hogyha mondjuk délre jövök, és akkor délre beérkezek a munkába. Picivel egyszerűbb az, amikor egyébként reggel 8-ra jövök, és akkor a gyerekeket előtte leteszem az iskolákban. Az, hogy 4 éve itt dolgozhatok, ez tényleg nem lehetne, hogyha nincs a férjem mellettem. Meg most már így a nagyobb gyerekek, akik így tudnak segíteni. Meg az apukám, aki nagyon sokat segített, aki még kijárt a Zselyke, még kint volt óvodában, ő mindig napközben kiment érte, és akkor nem tudtam volna megoldani, hogy kijussak. És hát ugye munka után meg rengetegféle elfoglaltság van, és akkor utána még hazaszaladsz, akkor meg még főzöl is, úgyhogy nem egyszerű azért az életetek. Hát nagyon nem egyszerű. Ugye mind a 4 gyerekünk kosárlabdázott, a 2 nagy, ők nagyon nagy elhivatottsággal. Most a Merse már abba hagyta, mert érettségi előtt áll, és megvannak a vágyai, a tervei, hogy hova szeretne tovább tanulni. Azt mondta, hogy neki most már akkor a kosárlabda nem. Ez ugye heti 5 edzést jelentett meg még a meccseket. A Kincső, ő is, hát most már ő is 7. vagy 8. éve kosárlabdázik, ő is ugyanilyen elszántsággal egyébként, tehát ez a heti 5-ször azért próbál megjelenni az edzéseken. Aztán volt a Villő, aki szintén kosárlabdázott, azt egy kicsit elment teniszezni, aztán most éppen boxol, a legkisebb meg most elment futni így az arakocskába, és ő is egyébként egy picit próbálkozott a kosárlabdával. Szóval sokfajta edzés, sok helyszínes egyébként az edzés, és az ember azt gondolná, hogy a nagyobbak már eljutnak A-ból B-be, meg aztán haza is tudnak jutni. Most az A-ból B-be még eljutnak, de haza azért mi szedjük össze őket, hogy hogyan. És hát mondjuk ez nagyon rossz, amikor kim vagyok egy forgatáson, és látom, hogy hívnak, mert valami van, és nem tudom fölvenni, hogy éppen leosztam a feladatokat, hogy akkor most hova kell menni a férjemnek, és kit kell fölvennie, és egyébként hányig van, vagy meddig van az edzése. Szóval nem egyszerű, de azért élvezzük ezt így, hogy van. Igen, ahogy a műsor elején még említettem, ugye újságot írsz, szerkesztőriporterkedsz, műsort vezetsz, mi mindent csinálsz még, remélem semmit nem hagyok ki. Mi az, ami a kedvenced, mit szeretsz a legjobban csinálni? Én előre vetítettem, hogy a szerkesztőriporterkedést, de hát itt azért sok minden van. Igen, de egyébként a szerkesztőriporterkedést. Tehát olyan érdekes ez, hogy amikor az ember belecsöppen így a híradózásba, akkor így magával tudja, engem legalábbis magával ragadott. Amikor kicsi voltam, akkor utáltam a híreket, tehát nem bírtam megnézni a híradót, mert hogy fú, hát nem, tehát hogy nem volt az én világom. De amikor az ember belecsöppen, úgyhogy tényleg munkaként van jelen az életében a híradózás, hát így magával ragadja teljesen. Én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy nagyon színes, nagyon sokfajta eseményre mehetünk el. Lehetünk úgy ott, hogy egyébként mások nem lenni, tehát hogyha nem szerkesztő riporterként dolgoznék a Fehérvár TV-nél, vagy a Fehérvár Média Centrumban, akkor nem lehetnék ott azon az eseményen. Nagyon sokszor van, hogy megérintenek lelkileg egy-egy forgatás. Ez mind-mind ilyen ajándék szerintem így a napi munkában. Most, hogy így mondod, hogy megérint lelkileg, ugye beszéltünk arról is, hogy vallásos család vagytok, és meg ugye a Mondókát is úgy kezdtem itt az elején, hogy te vagy a tévé lelke. Hogy mi azt látjuk benned, hogy belőled tényleg egy iszonyat nagy szeretet árad mindenki felé. Ez a vallásból jön, vagy a személyiségedből jön, vagy honnan? Szerintem ez inkább a személyiségből jön, mint a vallásból egyébként, mert amikor még nem volt, tehát amikor még nem tértem meg, mert az én megtérésem azért olyan 18 éves koromra tehető, én már előtte is nagyon fogékony voltam az emberekre, nagyon empatikus voltam, nagyon, nagyon oda tudok figyelni a másikra, meg tudom hallgatni, vele tudok érezni. Én szerintem ez nem a hittől jön egyébként, de valamiért ez így bennem van. Én nagyon... Ez viszont nagyon fontos, és jól jön mondjuk a műsorainkban. Igen, ott is egyébként, de tényleg. Meg mindig így mesélem a barátaimnak, hogy annyira szeretem a munkahelyemet, a családomnak is egyébként, hogy ide jó bejönni. Tehát, hogy van egy tényleg egy nagy szerkesztőség, sok-sokféle emberrel, férfival, nővel, fiúval, lányjal, de hogy nagyon jó bejönni, mert néha nyilván azért vannak viták, de hogy mindezzel együtt szeretjük és elfogadjuk a másikat, sőt, jókedvűen tudunk együtt lenni egyébként még így a napi munkában is.
Igen, én azt látom egyébként rajtad, hogy az esetek nagy részében nagyon vidám vagy egyébként, és mindig mindenkihez van egy-egy kedves szavad. De azért van egy komolyabb műsorunk is a köztér, azért említsük meg itt műsorunk végén, hogy van egy ilyen háttérműsorunk, aminek te lettél a gazdája, és ezt ugye hétről hétre, hát nem azt mondom, hogy kell elkészíteni, de hát ugye így van a rendszerünk, de hogy ezt is nagyon nagy szeretettel csinálod. Igen, ez egy jó volt, amikor megtalált ez a feladat. Az elején, amikor megkaptam ezt a feladatot, akkor azért féltem tőle, hogy hú, hát itt hétről hétre, hát hogyan, azért mégiscsak ez egy 30-35 perces műsor, hogyan találom meg azt a témát, ami érdekes lehet, vagy a vendégeket, akiket be kéne hívni, hogyha éppen beszélgetős a műsor. De amikor megkaptam ezt a feladatot, akkor mondta a főnökünk, a Regős Dóri, hogy ezt meg fogom rám tudni oldani, és így mellém beszélt, hogy ezt meg fogom tudni oldani. Jó, most már több mint egy éve csinálom ezt készítem én is ezt a köztér, vagy vagyok a felelős ennek a köztér című műsornak, de hogy tényleg a hétről hétre azért ez így sikerül, mert sokszor azt gondolom, hogy a Jóisten tényleg a segítségemre van, és csak azért jöhet össze. Még milyen terveid vannak? Van-e valami olyan, ami mondjuk még nem nagyon mondtál senkinek, vagy valami kis titok, amit elmersz most mondani, hogy esetleg mást is tennél itt közöttünk? Hát olyan nagyon nagy terveim nincsenek. Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy most a Penna Régia díjat kapcsán is egyébként, hogy te olyan jó kis tartalmas filmeket tudsz készíteni. Tehát úgy nagyon terve nincsen, de hogy egy filmet én is azért esetleg, ha tudnék, akkor készítenék. A témáját sem tudom még, tehát hogy ez így nem körvonalazódik, de hogy valami olyat letenni, mert az én naponta készítünk anyagokat, vagy magazinos tartalmakat, de hogy egy filmet készíteni, ami aztán eljuthat akár egy zsűrizésre, ilyenem még nem volt, tehát hogy egy ilyet azért szívesen, vagy kipróbálnám magamat egy ilyen olyan jellegű film készítésében, ami nem csak ide szól a Fehérvár TV-nek, vagy a Fehérvár TV közönségének. Uh-huh. Hát szurkolok, hogy összejöjjön, és remélem, hogy lesz ennek látható nyoma a közeljövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél, és maradj mindig ilyen vidám, jókedvű és szerető kolléga. Köszönöm szépen, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Kedves nézőink, önöknek köszönjük a figyelmet. Rába Harriet, a Fehérvár Televízió munkatársa volt a vendégünk. Szép estét kívánok!